Daniel Kilman A világ fölmérése Forster beajánlotta őt a Freibergi Bányászati Akadémiára. Ott Abraham Werner azt tanította, a föld belseje hideg és szilárd. A hegységek a zsugorodó őskori óceánból kémiai kicsapódással keletkeztek. A vulkánok tüze nem belülről, a mélyből jön. Égő szénrétegek táplálják a föld magja kemény kő. Ezt a tant, melyet mindkét egyház és Johann Wolfgang Goethe is vallott, neptunizmusnak nevezték. A Freibergi kápolnában Werner misét mondatott az igazságot még tagadó ellenfeleinek lelki üdvéért. Egyszer betörte egy kétkedő diák orrát, egy másiknak pedig sok-sok évvel ezelőtt állítólag leharapta az egyik fülét. Ő volt az utolsó alkimisták egyike titkos páholyok tagja, olyan jelek ismerője, melyeknek engedelmeskednek a démonok. Össze tudta rakni, ami eltörött, a füstből vissza tudta hozni, ami elégett. Újra szilárd anyaggá tudta formálni, amit szétzúzatott, beszélt az ördöggel, és csinált aranyat is. Mégsem keltette intelligens ember benyomását. Hátra támaszkodva és szemét összehúzva megkérdezte Humboldtot, Neptunista-e? és hisze abban, hogy a föld belseje hideg. Humboldt biztosította e felől. De akkor meg is kell nősülnie. Humboldt elpirult. Werner felfújta az arcát, és összeesküvő ábrázattal megkérdezte, van-e kedvese? Az csak akadályozná, mondta Humboldt. Az ember akkor házasodik meg, ha semmilyen lényeges célja nincs az életben. Werner rámered. Így mondják, fűzte hozzá gyorsan Humboldt. Természetesen nincs igazuk. Nőtlen férfiból, mondta Werner, még sosem vált jó Neptunista. Humboldt egy negyed év alatt elvégezte az akadémia kurrikulumát. Délelőtt hat órát töltött a föld alatt. Délután előadásokat hallgatott. Este és fél éjszaka a következő napra tanult. Barátai nem voltak. És amikor a bátyja meghívta az esküvőjére, talált egy magához illő nőt, olyat, akinek a világon nincs párja, udvariasan azt válaszolta, hogy nem tud elmenni, ideje nem engedi. Bemászott a legalacsonyabb aknákba is, míg csak hozzá nem szokott a klaustrofóbiához, akár valami soha nem szűnő, de fokozatosan elviselhető fájdalomhoz. Hőmérséklet méréseket végzett. Minél mélyebbre ereszkedett, annál melegebb lett és ez ellentmondott Ábrahám Werner minden tanításának. Feltűnt neki, hogy még a barlangok legmélyebb sötétjében is van némi vegetáció. Úgy tűnt, az élet sehol sem szűnik meg, valamilyen formában mindenütt tenyészik még moha, valamiféle satnya növényzet. Olyan kísértetiesnek érezte, hogy feldarabolta és megvizsgálta, osztályozta őket, és írt róluk egy tanulmányt. Évekkel később, amikor hasonló növényekkel találkozott a halottak barlangjában, már nem érte készületlenül. Miután végzett, kapott egy rend egyenruhát. Hogy viselje, bármerre jár is. Bányászati és kohászati minisztériumi fogalmazó volt a hivatalos címe. Maga is szégyelli, írta a fivérének, mennyire örül neki. Néhány hónap múlva már ő volt Poroszország legmegbízhatóbb bányászati felügyelője. Végigjárta a kóhókat, tőzekbányákat, a királyi porcelánmanufaktúra manufaktúra kemencéit. A sebesség, amelyel jegyzetelt, mindenütt megrémítette a munkásokat. Folyton úton volt, alig aludt, alig evett, és maga sem tudta, mire jó mindez. Van benne valami, írta a fivérének, ami miatt attól fél, elveszítheti a józan eszét. Véletlenül került a kezébe Gálváni könyve az áramról és a békákról. Gálváni két különböző fémmel kötötte össze békák, levágott szombjait, és azok úgy rángatóztak, akárha elevenek lettek volna. Vajon ez a combokon múlott, amelyekben még volt életerő, vagy a mozgás kívülről jött a fémek különbözőségéből, melyet a békák részei csupán láthatóvá tettek? Humboldt elhatározta, hogy a végére jár. Levetette az ingét. Lefeküdt az ágyra, és utasította a szolgáját, hogy tegyen a hátára két köpöjt. A szolga engedelmeskedett. Humboldt bőrén két nagy hólyag keletkezett. És most vágja fel a két hólyagot. A szolga habozott. Humboldt kénytelen volt felemelni a hangját. A szolga megfogta a szikét. Olyan éles volt, hogy szinte nem is fájt a vágás. A vére a padlóra csöpögött. Humboldt megparancsolta, hogy a szolga tegyen egy darab cinket az egyik sebére. A szolga megkérdezte, tarthat-e szünetet, nem érzi jól magát. Humboldt megkérte, hogy ne butáskodjon. Amikor egy ezüst darab ért a második sebéhez, fájdalmas ütéseket érzett a hátizmaiban. Fel egészen a fejéig. Remegő kézzel jegyezte fel musculus cucularis, nyakszírcsont, a hátsigoja tövis nyulványai. Semmi kétség, itt elektromosság lépett fel. Még egyszer az ezüstöt. Négy ütést számlált, szabályos időközökben, aztán elsötétült előtte a világ. Amikor újra magához tért, a szolga sápadt arccal, véres kézzel ült a padlón. Tovább! mondta Humboldt, és furcsa rémülettel ébredt rá, hogy élvezi. Most a békákat? Azt nem, mondta a szolga. Humboldt megkérdezte, új állást akar-e keresni magának. A szolga négy döglött, gondosan megtisztított békát helyezett Humboldt véres hátára. De most már elég legyen, mondta, elvégre csak keresztény emberek volnának. Humboldt rá se hederített, és megparancsolta, megint az ezüstöt, már jöttek is az ütések. Mindegyiknél, ahogy azt a tükörben látta, úgy ugráltak a béka tetemek, mint a elevenek volnának. A párnába harapott, melynek anyagát elásztatták a könnyei. A szolga hisztérikusan vihogott. Humboldt jegyzetelni akart, de túlságosan gyenge volt a keze. Nagy keserve sem felállt. Két sebéből olyan maró folyadék csorgott, hogy a bőre is begyulladt tőle. Humboldt megpróbált felfogni belőle valamennyit egy üvegcsőbe, de úgy megduzzatta a válla, hogy képtelen volt megfordulni. A szolgájára nézett. Amaz megrázta a fejét. Hát jó, mondta Humboldt. Akkor most Isten nevében hívja az orvost. Megtörölte az arcát is megvárta, amíg újra használni tudta a kezét, hogy felírja a legszükségesebbeket. Áram volt. Azt érezte és nem a testéből eredt, nem is a békákból, hanem a fémek kémiai ellenségességéből. Nem volt könnyű megértetni az orvossal, mi történt. A szolga a következő héten felmondott. Megmaradt két sebb és az eleven izomrostról, mint vezető anyagról írt tanulmány megalapozta Humboldt tudományos hírnevét. Zavarodottnak tűnik, írta a fivére Jénából. De gondolja meg, hogy erkölcsi kötelezettségei vannak a saját testével szemben is, amely mégsem egy dolog csupán a többi dolog között. Kérlek, gyere el! Schiller szeretne megismerkedni veled. Félre ismersz, válaszolta Humboldt. Rájöttem, hogy az ember sok megpróbáltatást hajlandó elviselni. Ám sok tudásnak azért nem jut birtokába, mert fél a fájdalomtól aki azonban hajlandó vállalni a fájdalmat, olyan dolgokat érthet meg, amelyek... Letette a tollat, megdörgölte a vállát, és összegyűrte a papírlapot. Vajon miért érzem úgy, kezdte újra, hogy voltaképpen a mi testvéri kapcsolatunk a rejtély? Hogy egyedül vagyunk, egyszer mint megkettőzve, hogy te az vagy, ami én nem lehetek, én pedig az vagyok, ami te nem lehetsz. Hogy ketten kell végig mennünk az életen. Egymáshoz. Akár tetszik, akár nem, örökké közelebb, mint bárki máshoz. És fajon miért feltételezem, hogy nagyságunk következmények nélkül marad, és bármit vigyünk is véghez, eltűnik. Semmivé válik. Míg nem egymás ellenében nagyjá lett nevünk, újra egyé olvad. Kifakul. Megakadt, aztán apró fecnikre tépte a papírlapot. A Freibergi bánya növényzetének vizsgálatához kifejlesztett egy bányalámpát. Lángját egy gáztartály táplálta. Így olyan helyeken is világított, ahol már nem volt levegő. Majdnem bele is pusztult. Leereszkedett egy kamrába, ahol még sosem járt ember. Letette a lámpát, és néhány perc múlva elvesztette az eszméletét. Már halálán volt. Trópusi kúszó növényeket látott, melyek női testekké váltak. Sikoltozva tért magához. Egy Andres del Rio nevű spanyol, akivel együtt tanult a Freibergi Akadémián, rátalált és felvonszolta. Szégyenében Humboldt alig bírta megköszönni. Egy hónapig tartó megfeszített munkával kifejlesztett egy légzőgépet, egy légzsákból két hajlékoncső vezetett egy légzőmaszkhoz. Magára csatolta a szerkezetet, és leereszkedett. Rezzenéstelen arccal tűrte a kezdődő hallucinációkat. Csak amikor már rogyadozott a térde, szédült, és a gyertya megsokszorozódó lángját tűzvésznek látta, akkor nyitotta ki a szelepet, és dühösen figyelte, hogy a nők visszaváltoznak növényekké, a növények pedig semmivé foszlanak még órákig időzött a hűvös sötétségben. Amikor visszatért a napvilágra, kunt levele várt, amelyben édesanyja halálos ágyához hívta. Ahogy az illendőség megkívánta, megszerezte a leggyorsabb lovat, és vágtára fogta. Arcát esőverte, a kabátja lobogott. Kétszer lecsúszott a nyerekből, és leesett a sárba. Borostásan, piszkosan érkezett meg, és mivel tisztában volt vele, mi illik ilyenkor, úgy tett, mint aki teljesen kifulladt. Kunt elégedetten bólintott. Együtt ültek a beteg ágyánál, és figyelték, ahogy a fájdalom idegenné torzította az arcát. A tüdővész belülről emésztette. Arca beesett, áll a hosszú, orra hirtelen görbe lett, a sok köpőzéstől kis hián elvérzett. Miközben Humbold a kezét fogta, a délután estébe hajlott, és egy küldönc levelet hozott a fivérétől, aki halaszthatatlan vejmári ügyei miatt kimentette magát. Amikor leszállt az éj, édesanyja felült, és éles sikajokat hallatott. Az altató hatástalannak bizonyult, az újabb köpöjölés sem hozott megnyugvást. És humbolt nem értette, édesanyja, hogy viselkedhet ilyen civilizálatlanul. Éjfél felé olyan gátlás tanuló hangosak lettek a sikorjai, olyan méről törtek elő ágaskodó testéből, mintha a kék csúcsára ért volna. Humboldt lehunt szemmel várt. Édesanyja csak két óra elteltével némult el. Birkadatkor érthetetlenül mormolt valamit. Amikor a nap a délelőtti égboltra hágott, ránézett a fiára, és azt mondta: Húzza ki magát, nem való ilyen ülni. Aztán elfordította a fejét. A tekintete, mintha a üvegessé vált volna, és Humboldt életében először látott halottat. Kunt a vállára tette a kezét. Senki fel nem foghatja, milyen sokat jelentett neki ez a család. De, mondta Humboldt, mint akinek súgnak, ő fel tudja fogni, és soha nem felejti el. Kunt. Meghatottan felsúhajtott. Most már tudta, hogy továbbra is megkapja a fizetését. Délután a cselítség azt tapasztalta, hogy humbolt fel alájára a kastély előtt, a domtetőkön, a tó körül, nyitott szájjal, az ég felé fordított arccal, mint egy gyenge elmélyű. Ilyennek még sosem látták. Bizonyára nagyon megrendült, mondogatták egymásnak. És csak ugyan. Még sosem volt ilyen boldog. Egy héttel később felmondta az állását. A miniszter nem értette. Ilyen magas hivatal, ilyen fiatalon, a felemelkedés lehetőségei korlátlanok. Akkor hát miért? Mert ez mind nem elég, válaszolta Humboldt. Apró termetével, de egyenesen, csillogó szemmel és kissé leengedett vállal állt előjárója asztal előtt. És mert most végre felkerekedhet. Először elment márba ahol a fivére bemutatta Vílannak, Herdernek és Gőtének. Ez utóbbi szövetségesként üdvözölte. Ő benne a nagy Werner minden tanítványa barátra lel. Elutazik az új világba, mondta Humboldt. Ezt még senkinek nem árult el. Nincs ember, aki visszatarthatná, és nem igen számol azzal, hogy élve visszatér. Göte félrevonta, és különböző színűre festett, egymásba nyíló szobák során át egy magas ablakhoz vezette nagyszabású vállalkozás, mondta. Az a legfontosabb, hogy a vulkánokat tanulmányozza, és alátámassza a neptunista elméletet. A föld alatt nem ég tűz. A természet bensője nem fortyogó láva. Csak romlott elmék juthatnak ilyen visszataszító gondolatokra. Humod megígérte, hogy szemügyre veszi a vulkánokat. Gőte összefonta a karját a hátán és sose feleggel el, kitörjön. Humboldt nem értette. Tartsa szem előtt, kiküldte. Gőt egy kézmozdulatot tett a színes szobák, a római szobrok gipszmásolatai, a szalomban lefolytott hangon társalgó férfiak felé. Humboldt időse fivére a rímtelen ötöt feles jambus előnyeiről beszélt. Vilan figyelmesen bólogatott, a szófán Schiller ült és lopva ásítozott tőlünk jön, mondta Gőte. Innen, a tengeren túl is a mi követünk lesz. Humboldt tovább utazott Salzburgba, ahol szertett a mérőeszközök legdrágább arzenáljára, amelyet ember valaha birtokolt. Beszerzett két barométert a légnyomás, egy hipszométert a vízforráspontjának mérésére, egy teodolitot a földméréshez, egy tükrös szextánst mesterséges horizontal, egy összecsukható zseb sextánst, egy inklinatóriumot a földmágnesesség erejének meghatározására, egy fonal higrométert a levegő páratartalmának, egy eudiométert a levegő oxigén tartalmának mérésére, egy lejdeni palackot az elektromos töltések tárolására, és egy cianométert az égkékének mérésére. Továbbá kettőt azokból a megfizethetetlenül drága órákból, amelyeket újabban Párizsban készítenek. Már nem volt szükségük ingára, láthatatlanul ütötték a másodperceket a belsőjükben lévő szabályosan rezgőrugókkal. Ha jól bántak velük, nem tértek el a párizsi időtől, és ha az ember megállapította a nap magasságát a látóhatár fölött, aztán belenézett a táblázatokba, lehetővé tették a hosszúsági fok meghatározását. Egy esztendeig maradt és gyakorolt. Salzburg minden dombját fölmérte. Nap mint nap megállapította a légnyomást, föltérképezte a mágneses mezőt, vizsgálta a levegőt, a vizet, a földet és az ég színét. Addig gyakorolta az eszközök szétszedését és összerakását, míg vakon, féllábon állva, esőben vagy legyektől körülrajzott tehéncsorda kellős közepén is ment. A helybéliek őrültnek tartották de tudta, hogy ehhez is hozzá kell szoknia. Egyszer egy hétre hátra kötötte egyik karját, hogy szokja a megpróbáltatásokat és a fájdalmat. Mivel zavarta az egyenruha, csináltatott magának még egyet, amelyet éjszaka az ágyban is magán tartott. Ezzel a fortéjjal szoktatja magát ahhoz, hogy mindent el tudjon viselni, mondta Sóbelnének a szállásadó nőjének, és kért még egy pohár zsíros tejet, amelytől úgy undorodott. Csak ezután utazott el Párizsba, ahol a fivérekkor magánemberként élt, hogy zavarba ejtően okos gyerekeit szigorú, saját maga által kifejlesztett rendszer szerint nevelje. Sógornője nem szenvedhette őt. Rémisztő, mondta a sógornő. Buzgalma a téboly egy formája, és egyáltalán olyan, mintha a férje karikatúrává torzított mása volna. Azt éppen nem állíthatja, hogy hitvesének nincs igaza, válaszolta Emez. Sosem volt könnyű, mint egy őrzőjeként a teljes felelősséget viselni öccse minden esztelenségéért. Humboldt előadásokat tartott az akadémián az emberi idegek vezető képességéről. Ott állt a szemerkélő esőben, amikor a város előtt a letaposott füvön lemérték a párist, a sarkal összekötő hosszúsági fok utolsó szakaszát. Amikor elkészültek vele, mindenki levette a kalapját és kezet ráztak egymással. A jövőben e vonal fémbefoglalt tíz milliómod része lesz minden hosszmérték egysége. Méternek fogják nevezni.